10 000 kilométer a szárazföldi selyemúton. Megérkezett a napokban az idei első közvetlen kínai konténervonat Budapestre. Útja során számos alkalommal váltott mozdonyt és mozdonyvezetőket, a konténereket a vasúthálózatok különböző nyomtávszélessége miatt többször is át kellett rakni. A következő hasonló összetételű vonat is úton van már Kínából Budapestre. Ebben a mostani járványveszély helyzetben mi kellett ahhoz, hogy Kínából Magyarországra jusson a szerelvény? Hát nem a legegyszerűbb úton jutott el ez a szerelvény sem Európában. Hát sokkal jobban oda kell figyelnünk az előkészítésekre. A határtechnológiák sajnos nem csak Európában az országok között, hanem egy ilyen hatalmas távolságon is azért kihívásokat jelentenek. Tehát sokkal több időt kell a határtechnológiákra fordítani. Tehát ennek ellenére azért sikeresen tudtuk ezt a vonatot is hozni, és hát nagyon reméljük, ugye, hogy nem ez az egyetlen vonat lesz, hanem ezután jön több ilyen rendeltetésű, ilyen irányú vonat Záhonyon keresztül direktbe Magyarországra. Ukrajna most már nem jelent szűk keresztmetszetet? Hát Ukrajna nem szűk keresztmetszet volt, itt inkább a politikai bizonytalanság, a kapcsolatok voltak problémásak, de hát a vasút az mindig összekötötte az országokat, és a politikai problémákat is meg lehetett oldani, tehát a vasúton el tudjuk jutatni az árukat Ukrajnán keresztül is Magyarország irányába. Most végül is ez a konkrét szerelvény mekkora utat tett meg, és hol volt a kiinduló pont? Hát Jinan állomásról, területről indult, és hát több mint 10 000 kilométert jött, mire ide megérkezik Záhonyon keresztül a Bilkbe. A rakomány? Hát egyéb különböző fogyasztási cikkeket, de olyan árukat is hoz, amire a Magyarországnak most kiemelten szüksége van, tehát fertőtlenítőszereket, törlőkendőket és egyéb ilyen védekezés szükséges eszközöket. És hát azért is érdekes ez, mert nem csak partnereink hozzák velünk együtt ezt a vonatot, hanem akik az árut hozzák, azok közvetlenül a cégünknek is árusítanak ezekből a cikkekből, tehát ezzel is tudjuk javítani a kollégáinknak a helyzetét, akik kint a fronton dolgoznak és bonyolítják a vonatokat. Azt lehet tudni, hogy voltak olyan célrepülőjáratok, amelyek különböző szállítmányokat hoztak, hogyha a repülést, mint áruszállítási lehetőséget, meg a vasutat egybevetjük, akkor mi jön ki eredménynek? Hát ez az a két áruszállítási mód, amit nagyon nehéz összehasonlítani, mert gyakorlatilag egymásnak versenytársai nem vagyunk. A légi szállítás ugye a gyorsasága miatt egy olyan minőséget produkálni, amivel a vasút nem versenyképes. Mi ugye gyorsabbak vagyunk, mint a hajózás, itt egy ilyen kínai relációban, viszont hogyha az árakat megnézzük, akkor az ellenkező irány van, hogy a hajózás gyakorlatilag azért a legolcsóbb, mi jövünk utána, mint vasút, és hát azért a légiszállítás lényegesen drágább. Európában a járványhelyzet mennyire blokkolta le a vasúti áruforgalmat? A vasúti áruforgalmazásra különböző hatással volt a járvány, de nem is a járvány, hanem a kormányok különböző rendelkezései. Tehát azt látjuk, hogy ahol az ipart erőteljesen visszafogták, például Olaszországban, ott gyakorlatilag a vasúti áruforgalmazásban is nagyon nagy visszaesések voltak, Ausztriában és Németországban. Tehát itt a 25-30%-os visszaesés is jellemző. Ahol az ipart kevésbé érintette a visszafogás, tehát ahol hagyták dolgozni az embereket, ott a vasútra is inkább kisebb volt ez a hatás. Például Magyarországon is gyakorlatilag csak egy maximum 10-15%-os forgalom visszaesés volt a járvány miatt. A cég, a Rail Cargo Hungária 31 millió tonna körüli éves áruforgalmat predesztinált még a tavalyi évvégi tervezéskor. Ezt mennyiben érinti ez a mostani változás? Hát a terveink szerint ezt a mennyiséget, tehát a forecastunk szerint ezt a mennyiséget nem fogjuk tudni mi sem elérni. Azon dolgozunk, hogy megbízható szolgáltatást tudjunk adni azoknak az ügyfeleknek, akik most is vasúton tudtak maradni. Én nálunk is egy olyan 10-15%-os forgalom visszaeséssel számolok az egész évre kivetítve. Hatással lesz ez azokra a tervezett fejlesztésekre, mint például a mozdonybeszerzések, a mozdonyvezetők képzése?
Hát egy nagyon érdekes kérdést tett fel, mert természetesen mind a kettő területen hosszú távon gondolkodunk, tehát egy mozdonybeszerzés az nem egy koronavírus helyzettel kapcsolatos anomáliára van tervezve, hanem itt tényleg ugye egy mozdonyt az 20-30 évre vásárol a cég, az ember, ezért természetesen erre semmiféle kihatása lesz. A mozdonyvezetők képzés és az egyéb képzésekre viszont van kihatással, mert természetesen rövid távon is azokra a kapacitásokra kell terveznünk, amik rendelkezésre állnak, és azokra a megbízásokkal, amik előttünk vannak. Most amennyiben ugye itt egy 10-15%-os forgalom visszaesés van, és ez nem csak a mi cégünkre, hanem az egész piacra jellemző, úgy hát az a korábbi problémánk, hogy nagyon nehezen találunk munkaerőt, ez most egy pillanatnyilag kicsit lazult, tehát sokkal könnyebben tudunk jelenleg munkaerőhöz jutni. Maga a cég mennyire alkalmas arra per definíció, hogy átálljon otthoni munkavégzésre? Mondjuk úgy, hogy az 1800 emberünkből egy olyan 300-400 kollégával ezt meg lehet valósítani, de hát azok a kollégák, akik a mozdonyon ülnek, akik a vágányok között kint dolgoznak, azokkal ezt nem lehet. Tehát gyakorlatilag a cégnek egy kis része az, aki az adminisztratív területe foglalkozik, akit szinte az első pillanattól home office munkavégzésre készítettünk föl. Az első időszak nagyon nehéz volt, amikor a számítógéppel, telefonokkal el kellett látni a kollégákat, de én azt hiszem, hogy ez egy olyan szervezés volt, és egy olyan tapasztalat, ami körülbelül 10 évvel előbbre fogja lökni a mi iparágunknak az informatikával kapcsolatos elképzeléseit. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a válságból mi nagyon sokat fogunk tanulni is. Önök egy elég úttörő vállalkozást is bejelentettek a tavalyi évben, hogy tudnélik Európában, ha jól emlékszem, elsőként olyan villanyhibrid mozdonyt igyekeznek beszerezni és munkába állítani, ami egészen élversenyző ebben a kategóriában. Mi a helyzet ezzel? Zajlik ennek a mozdonynak gyakorlatilag a gyártása Kínában. Hát szinte hetente kapjuk az új fényképeket, hogy hogyan áll a gyártás. Hát sajnos a válság, a koronavírus egy kicsit itt is zavart jelent a munkában. Nem is a gyártással kapcsolatban. Terveink azok voltak, hogy az ősszel megrendezendő berlini Innotrans kiállításon már az egyik mozdonyunk be lesz mutatva. Hát sajnos ezt a kiállítást ezt lefújták, és csak jövő tavasszal lesz megszervezve. De én nagyon-nagyon biztos vagyok benne, és bízom is benne, hogy a tervek szerint jövőre ezek a mozdonyok már itt nem kiállításon, hanem itt fognak Magyarországon is megjelenni. Önök mennyire érzékelik azokat az iparokból, különböző iparágakból érkező információkat, amelyek szerint acélipar, autóipar, ugye a válság járványveszély előtt kezdett visszaesni. Most talán a járvány idején az elsők közé tartoznak, akik újra elkezdenek működni. Ezt hogy lehet interpretálni? Hát mi nagyon gyorsan érezzük ezeket a hatásokat, ugyanis az áruforrozásban kocsi megrendelésekre van szükség, menetvonalakat kell megrendelni, tehát mi előtte az ügyfeleinkkel beszélünk. Egy szerencsénk van, hogy és ugye említettem, hogy nálunk nem csökkent annyira a forgalom, ez a Dunafernek a forgalmai miatt a fősz sem esett annyira vissza, két legnagyobb ügyfelünk. Viszont egyéb acélgyártók azért visszaestek, de ezek is nagyjából elkezdenek itt április végén, májusban termelni. Egy másik olyan iparág, ami erőteljesen érintve volt, ugye ez az autóipar. Most az autóipar is ezt már ugye nagyjából mindenki a médiából is tudja, hogy az Auditól kezdve a Suzukiig, a Mercedesig, az Opelig mindenki elkezdi fölvenni a gyártást, és újra megjelennek ezek a forgalmak nálunk. Államtitkár úr, ebben a veszélyhelyzetben a vasúti szállításnak milyen szerepe van az országos képben a többi áruszállítási ágazattal összevetve? A koronavírus járvány idején is Európában és a világkereskedelemben is az áruk szállítása folyamatos, hiszen annak érdekében, hogy a vírus ellen lehessen hatékonyan védekezni, ahhoz védőfelszerelések, orvosi segédeszközök, gépek, berendezések szükségesek, ezek jelentős részét Kínába gyártják, tehát ezeknek el kell jutni Európába, illetve Magyarországra is, valamint a mindennapi élethez, illetve a termeléshez is szükséges biztosítani az alapanyagokat, tehát az áruszállítás, ha más feltételek között is, mint normál, mint a normál életben, de folytatódik. A vasúti közlekedés szerepe
a nagy tömegáruk szállításában jelentős, hiszen egy vonat, ez is 38 konténert szállított ez a vonat, 38 kamiont vált ki. Nyilván, ha jóba gondolkozunk, akkor abban pedig több vonatnyi áru fér. Tehát meg kell találni mindig azt a szállítási módot, ami a vevő igényeinek a legmegfelelőbb, az a gyorsaság, a termékek mennyisége, illetve az idő sürgetése tekintetében. Itt ugye azt lehetett hallani, hogy a 10.000 kilométeres úton ez a szerelvény jó néhányszor váltott akár nyomtávot is, meg mozdonyokat is. Mennyire kalandos általában az ilyen léptékű, hosszú távú áruszállítás? Kína és Európa között már ma is nagyon jelentős számú konténervonat közlekedik. Általában Kína, Kazaksztán, illetve Mongólia, majd Oroszország útvonal jönnek. A jellemző útirány Oroszország, Fehér-Oroszország, Lengyelország. Magyarország ezt szeretné megváltoztatni, illetve azt, hogy ne csak Fehér-Oroszország, Lengyelország fele menjenek tehervonatok, illetve konténervonatok, hanem Oroszországból Ukrajna útirányon át Magyarországon, Záhonyon keresztül is jöjjenek vonatok, mint itten a látható tehervonat szintén Záhonynál lépte át a magyar határt. Nekünk ez fontos, hogy Magyarországon jöjjön a vonat, a magyar határt használja, és mondhatom azt, hogy ez már egy kiforrott szállítási mód, hiszen Magyarországról is mentek már Kínába tehervonatok, fogadtunk is. Egészségügyi szállítmányt, közvetlen vonat, ez az első, ami idén érkezett Magyarországra Záhonyon keresztül, de Európa északi felében már több vonat közlekedett, tehát úgy mondhatni, hogy valóban többször vált mozdonyt, többször vált nyomtávot, többször vált személyzetet, de halad. A Kína és Európa közötti áruforgalomban hamarosan, vagy ki tudja pontosan mikor elkészülő Budapest-Belgrád vasútvonalnak mekkora szerepe lesz? A Budapest-Belgrád vasútvonal finanszírozására vonatkozó szerződést a napokban írták alá, tehát most már nincs akadálya a tervezés, engedélyeztetés és a kivitelezés megkezdésének. A görögországi Pireusz kikötőbe nagy mennyiségben érkeznek Kína felől óceánjáró hajók, és ugyanez a Costco cég, mely a Pireuszi kikötőt bérli, részesedik itten a Bilk terminálban is. Tehát ez biztosíték lesz arra, hogy amikor elkészül a vasútvonal, akkor a Kínából a Pireuszba érkező konténerek jelentős része a Budapest-Belgrád vasútvonalon keresztül fog Magyarországra megérkezni, és Magyarország a régió logisztikai központjává válhat, legalábbis a vasúti szállítás tekintetében, de nem csak a vasúti, hiszen innen nagyon sok áru megy tovább közutakon, kamionokon, vagy pedig más vonattal a végső úti célja felé. Tudomása szerint ezt a folyamatot, mármint hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztést a járványveszély befolyásolta? A járványveszély nem befolyásolta, hiszen a tárgyalásokat videokonferencián tudtuk folytatni. Az aláírás sem egy hagyományos aláírási ceremónia volt sok résztvevő jelenlétében, hanem egyszerűbben, de a lényeg az, hogy biztonságosan, és alá lett írva a projekt mehet, a munka mehet.